Kicsiny szél fújta Kopár-sziget a csendes óceánban. A kihűlt vulkán Kopár lejtőin több száz hatalmas kőszobor áll, egy letűnt civilizáció öröksége. Joris Davis vagyok. Jelen epizódunkban tartsanak velem a Húsvét-sziget titkainak felkutatásában. Történelem titkai. A helyiek a szigetet Rapa Nui-nak hívják, földünk egyik legelhagyatottabb pontja. Dél-Amerikától 3200 kilométerre nyugatra, a legközelebbi csendes óceáni szigettől pedig 2500 kilométerre keletre fekszik. A sziget mindössze 16 mérföld hosszúságú. Az egyenlítőtől túlságosan délre nem lehet trópusi paradicsom. A Húsvét-szigeti tél szeles, csapadékos és hideg. Akkor hogyan és miért faragtak az ősi szigetlakók közel 900 kőszobrot, melyek közül néhány a 80 tonna súlyt is eléri? A meglehetősen szigorú körülmények között elért teljesítmény számos tudóst, felfedezőt és írót gondolkodtatott el, és ejtett zavarba. A sziget a holland Jacob Roggeventől kapta a nevét, aki elsőként kötött ki itt Húsvét vasárnapján. Roggeven beszámolójában arról tájékoztat, hogy a sziget lakói magas, furcsa szobrok előtt imádkoznak. A későbbi látogatók beszámolói eltérők, főként azért, mert ott tartózkodásuk rövid és felületes volt. 1774-ben az angol felfedező Cook kapitány több feldöntött és törött szobrot talált, míg sokuk továbbra is a kultikus emelvényen az Ahun állt. Beszámol továbbá banán, cukornád és édesburgonya ültetvényekről, néhány lyukas kenuról, és arról, hogy noha a szigetlakók barátságosak voltak, csak kevés nőt látott. Valószínűleg elrejtőztek előle. A múlt században perui rabszolgalázadók tizedelték meg a sziget népességét. Az 1970-es évek elejére a szigetlakók egyedüli tevékenysége a birkatartás lett. Idegenek csak ritkán látogatták meg őket. Mára nagyban megváltozott a helyzet. Hetente kétszer turistákkal megrakott Boeing 747-es repülőgép száll le a sziget egyetlen városában, Hangaroában. A helyiek ma a kőszobrokat övező mélységes rejtély és az azok magyarázatára keletkezett számos teória és mítosz áruba bocsátásából élnek. A szigetlakók hagyományos magyarázata szerint a szobrokat egy természetfeletti erő, az úgynevezett mana mozgatta. A szigetlakók többsége ma is azt vallja, hogy a szobrokat a mana egy természetfeletti erő mozgatta. Máskülönben lehetetlen lett volna a helyükre szállítani őket. Mi úgy hisszük, hogy a szobrok maguktól mentek az Ahu oltárokhoz, és ezt a hitünket ápoljuk is. Idegenek is hasonlóan meglepő magyarázatokkal állnak elő, miszerint a szobrokat földön kívüli jövevények technológiájának segítségével szakították ki a sziklákból. Nem kevésbé elterjedt mítosz keletkezett a norvég felfedező Thor Heyerdahl 1947-es ünnepelt kontiki tutajos felfedező útja nyomán. A hősies vállalkozás során Heyerdahl bizonyítani próbálta, hogy a csendes óceáni szigeteket a dél-amerikai fejlettebb civilizációk, mint például az inkák telepítették be. Feltevését arra alapozta, hogy az őslakos polinézek maguktól nem lehettek képesek fejlett kultúra létrehozására. Ám jóformán semmiféle helytálló bizonyítékot nem talált, kétségkívül rasszista felhangú elmélete bizonyítására. A közelmúltban egy még merészebb elképzelés született a szobrokat illetően, hogy tudnélik az építők a mai környezeti katasztrófák lezajlásához ijesztően hasonló folyamat során lerombolták saját milliójüket.
Kevés olyan ősi alkotás van, melynek nyomán ilyen nagyszámú, bizarr és eltérő elmélet keletkezett volna. Még a megfontolt régészek sem értenek egyet abban, hogy valójában miért alkothatták meg a Húsvétsziget rejtélyes szobrait. Tekintsük-e a szobrokat a mérnöki leleményesség diadalának, találékony és vállalkozó szellemű emberek kezemunkájának, avagy egy a környezet pusztításának orgiájában örömétlenő kultúra oktalan produktumainak? Képes-e a tudomány átlátni a Húsvétsziget mítoszát és megmagyarázni, hogy valójában mi is történt? A Húsvétsziget rejtélye. A történet egy a Thor Heyerdahl látomásától merőben eltérő, eposzba illő hajóúttal vette kezdetét. Ma már tudjuk, hogy a csendes-óceáni szigetek lakói Heyerdahl elképzelésével szemben nem Dél-Amerikából, hanem Dél-Kelet-Ázsiából származnak. Az első kivándorlók mintegy 3500 évvel ezelőtt bocsátották vízre hajóikat. A régészek igazolták, hogy embercsoportok áramlása indult meg, amikor az első polinézek felfedezték és birtokba vették a csendes-óceáni szigeteket. Az egykori utazókenuk kormányosai rendkívüli jártasságra tettek szert a szigetek közötti eligazodásban. Ha nem volt föld a láthatáron, a csillagok szerint tájékozódtak, olvastak az óceán hullámaiból, a felhők állásából és a madarak röptéből. De vajon előre meg tudták-e tervezni útjukat a rendkívül nehezen elérhető Húsvétszigetre? Az első emberek talán csupán egyetlen hajóval Krisztus után 400 körül érkezhettek ide, s a hollandok 1722-es megjelenéséig a sziget minden jel szerint teljesen elszigetelt maradt. Így a sziget felfedezése feltehetően csupán véletlen volt. Az itt elsőként letelepedők a többi csendes óceáni szigettől jócskán eltérő világban találták magukat. A zoológus David Steedman a sziget növény és állatvilágára gyakorolt hatásukat vizsgálta. Polinézia legnagyobb része lakott volt, és az egymástól néhány száz mérföldre fekvő szigetek között a szigetlakók sűrűn hajóztak. Meg volt közöttük a kapcsolattartás. Növényekkel és élő állattal kereskedtek. Ezeknek itt mérsékelt árucseréje folyt. Polinézia egyéb részein viszont talán még keresettebbek voltak. A Húsvétsziget rendkívül elszigetelt volt. Az ittenieknek nem igen, vagy éppen egyáltalán nem volt kapcsolatuk a többi szigettel. Arra kellett hagyatkozniuk, ami itt megtermett. És ha valamiben hiány szenvedtek, nem volt lehetőségük áthajózni a szomszéd szigetre, hogy feltöltsék a készleteiket. A Húsvétsziget életében döntő szerepet játszott az elszigeteltség. Másik fontos jellemzője, hogy a trópusi polinéz szigeteknél délebbre fekszik, így a polinézek által jellemzően termesztett és fogyasztott élelmiszerek egy része a Húsvétszigeten nem termett meg. A mezőgazdasági forrásaik tehát kezdettől fogva korlátozottak voltak. A Húsvétsziget egyik további hátrányos jellemzője a zord éghajlata. Rendkívül szeles, a partot zömmel sziklák szegélyezik, így a halászkenuk vízre bocsátása is nehézségekbe ütközött. Az egyszerű életmód dacára is létrejött e bámulatba ejtő szobrok kultusza. De vajon miképpen? A szigeten található hatalmas szobrok többségének anyaga a Ranoraraku néven ismert vulkáni kráterből származik. Nem kevesebb, mint 397 szobor fekszik itt még ma is a megmunkálás különböző fázisaiban. A kőfejtőt számos kutató vette vizsgálat alá, ám a Húsvétsziget szobrainak első és mindmáig tartó szisztematikus tanulmányozása 1982-ben vette kezdetét. A kutatómunkát a UCLA régésze Johan van Tilburg folytatja chilei munkatársaival. A Húsvétsziget lakossága neolitikus kultúrát hozott létre, ami annyit jelent, hogy kőeszközöket használtak, a szobrokat is kőszerszámokkal munkálták meg. Első lépésben szögletes kőtömböket faragtak, majd kőfaragómesterek irányításával alakították ki rajtuk a részleteket, elsőként legtöbbször a kezeket és arcokat, ezután valamennyi formát, amit a szoborra elképzeltek, végül alámetszették a szögletes kőtömböt, dúcokkal kimozdították és elszállították a kőfejtőből.
Amikor a rapanúiak felfedezték és birtokba vették a szigetet, az még viszonylag erdős volt, nem éppen burjánzó, de kétségkívül bőséges erdőség borította. Élt itt egy pálmafajta, amelyet kiválóan hasznosíthattak. A pálmafák törzsét a szobrok építésénél és szállításánál emelőkarokként és görgőként használhatták. A szigeten honos egyéb fák és cserjék rostjaiból pedig erős köteleket készítettek, tehát alapvetően a szigeten található természet adta eszközöket használhatták. Az is rejtély, hogy milyen eszközöket használtak a kőfaragók. További talány, hogy pontosan miként szállították el a szobrokat a kőfejtőből, a szerte a szigeten épített számos kultikus emelvényre, vagy ahura, ahogyan ők nevezik. Van Tilburg elhatározta, hogy számítógép segítségével veti vizsgálat alá a különböző elképzeléseket. A húsvétszigeti szobrok átlag méreteinek meghatározásához először is mintegy 480 szobron méréseket végeztünk. Ezután statisztikai analízissel meghatároztuk alakjukat és átlagsúlyukat. Majd a szigeten lévő valamennyi szobor közül megkerestük a számított adatoknak leginkább megfelelőbbet. Itt az Ahu Akivinél lévő szobrok különösen az első áll legközelebb az átlagszoborhoz. Az itt talált átlagszobor 4 méter magas és 13,5 tonna súlyú. Célunk az Ahu Akivinél lévő átlagszobor vizsgálatával két kérdés megválaszolása volt. Először is, hogy milyen módszerrel mozgathattak egy ekkora méretű szobrot, másodszor pedig, hogy a rapanói hatalom miként lehetett képes ekkora teljesítmény elérésére. Igyekeztünk kideríteni, vajon hány ember dolgoztattak, mennyi táplálékkal látták el őket, és hogy mekkora földterület kellett az élelem megtermeléséhez. Van Tilburg a Kaliforniai Egyetemen a helyszínen gyűjtött adatok felhasználásával számítógéppel modellezte az átlagszobrot. A mérési eredmények alapján először méretmodellt hozott létre. A komputeres kép és a méretmodell segítségével a kövek lehetséges szállítási módszereit vizsgálta. A legegyszerűbb módozat ez lehetett. A szobrot két fatörzsből álló egyszerű sínre fektették, melyet görgőkön húztak el. Ám mekkora feladatot jelenthetett egy ilyen szobor elszállítása a kőfejtőből az egyenetlen sziklás talajon a több mint 14 kilométerre lévő Ahu Akivi pontjáig. A választ keresve dr. Zee Schiller a kutatóközpontban az eredeti térkép alapján digitalizálta a sziget domborzatának körvonalait. Így kívánta megkeresni a legkedvezőbb útvonalat, amelyen a szobrot a kőfejtőből az Ahuhoz szállíthatták, ahol végül felállították. Az energiafelhasználás szempontjából optimális útvonal meghatározásához először is kiszámítottuk a komputerrel fölrajzolt úthálózat valamennyi lehetséges vonalán végrehajtott szállításhoz szükséges energiát. Az energia a szobor adott útszakaszon történő elmozdításához szükséges erő és az útszakasz hosszának szorzata. Az erő a szobor súlyának, a szállítóeszköznél becsült surlódási együtthatónak és az adott földszakasz dőlés szögének függvénye. Az úthálózat minden lehetséges szakaszánál kiszámítottuk ezeket az adatokat, és így határoztuk meg az optimális útvonalat. Mérnöki szemmel nézve a szobornak a kőfejtőtől a helyszínre történő szállításához ez az optimális útvonal. Ha a rapanúiak nem ezt az útvonalat használták, akkor úgy kell nekik. Az optimális útvonalon 70 munkás kellett a szobor szállításához. Schiller becslése szerint a munka 4,5 napig tarthatott. Két dolog döbbentett meg igazán. Az egyik, hogy viszonylag kis mennyiségű faanyagot kellett felhasználniuk a szobornak a Rano Rarakutól az Ahu Akivig történő elszállítási munkálatainak során. A másik, amin kissé megütköztem, az eredményül kapott napok száma. A vizsgált szobor szállítását legfeljebb 4 nap alatt végezték el. A másik modell esetében 7 napot számítottunk, és ez a feladat nagyságához igazán rövid idő. Ha a régész jól végzi a munkáját, legalább annyit megtud az emberekről, mint a tárgyakról. Én úgy érzem, eme kutatásunk jelentősége abban áll, hogy képet alkothattunk a rapanúi hatalomról, a munkához igénybe vett emberek és eszközök feltételezett számáról, és a hatalmas kőalkotások munkálata során elfogyasztott élelem mennyiségéről. Csak hogy nem mindegyik szobor átlagos.
A kőfejtőnél van néhány 19 méter hosszú szörnyeteg is. A szobrok méretei és a szükséges emberi munkaerő mértéke megdöbbentő. Lehetséges, hogy egyfajta rituális versengés jegyében dolgoztak, hogy az egyik csoport nagyobb és szebb szobraival túl akart tenni a másikon. Elképzelhető, hogy a versengés a húsvétsziget kultúráját megsemmisítő háborúvá fajult. Talán az ősi legendák megvilágíthatják, hogy mi is történt. Rapa Nui ősi mítosza elbeszéli, hogyan érkeztek ide az első emberek. Eszerint egy nagy vezér, Hutu Matua kötött ki a sziget északi partján, egy Anakera nevű helyen, és hat fia között felosztotta a területet. Így keletkezett a sziget hat fő körzete, az úgynevezett maták. Ám a mata szó másik jelentése szem, az ősök tekintetére utal, amely hatalommal töltötte fel a szobrokat. Az ősi erő, melyel a sziget hat szent területét felruházták, Rapa Nui legfőbb ereje volt. Hogy megszerezzék-e hatalmat, a szigetlakók hatalmas szobrokat állítottak. A Rapa Nuiak azért faragtak olyan sok szobrot, mert általuk fejezték ki, hogy a föld a tulajdonukban van. Közvetítő eszközként használták, amely által megidézték az istenek szellemét, hogy azok biztosítsák a föld termékenységét, valamint hogy megvédjék státuszukat és rangjukat ebben a versengő társadalomban, amelynek részét képezték. A föld és a tenger egy ideig képes volt ellátni Rapa Nui lakosságát, ám a népesség időközben növekedett. Amikor a régészek hozzáláttak az ősi házak és települések romjainak vizsgálatához, megdöbbentő felfedezést tettek. Ahogy a szoborkultusz megerősödött, a déli parton sokasodni kezdtek a lakóhelyek. Néhány évszázad leforgása alatt megtízszereződött a lakhelyek száma. Rapa Nui szigetét végül 7-8 ezer ember népesítette be, valamennyien ugyanazon a tájon éltek, mindannyiuknak szükségük volt faanyagra, házépítéshez, téli tüzeléshez, kenúépítéshez és a szobrok mozgatásához. A válság elkerülhetetlen volt. David Steedman a környezeti hatásokat vizsgálta. Ne felejtsük el, hogy valamennyi Polinéz szigethez hasonlóan a Húsvét sziget is fel volt osztva körzetekre. A kezdeti időkben a Húsvét sziget egyes körzeteinek lakói feltehetően nem a saját területük faállományát termelték ki. Hiszen ha látták, hogy a szomszédos körzetben bőséges az erdőség, és ha erősebbnek érezték magukat az ottaniaknál, árucserével vagy kevésbé békés módszerrel, megpróbáltak hozzájutni szomszédaik faanyagához. Ahogy azonban az erdőség mindinkább gyérült, az egyes körzetek kevésbé voltak hajlandóak áruba bocsátani a faanyagot. Az erdős területek újratelepítési törekvései pedig azért voltak sikertelenek, és a meglévő erdőket azért nem tudták fenntartani, mert a faanyag források olyannyira kimerültek, hogy az egyes körzetek kénytelenek voltak rabló támadásokat intézni a szomszédaik ellen, és az egyre növekvő káoszban a sziget faállományát sem életben tartani, sem újratelepíteni nem tudták. Johan van Tilburg elmélete óvatosabb. Újabb elmélet látott napvilágot, mely környezettani vizsgálatokra épül, és Rapa Nui lakosságának a saját környezete ellen vélhetően elkövetett pusztítását feltételezi. Úgy vélem, nem kétséges, hogy környezetükben nagy kárt okoztak. Ezt a tudomány is igazolja. Csak éppen azt nem tudjuk, hogy az idők során mikor, mekkora intenzitással és milyen mértékben károsították. Sok megválaszolatlan kérdésünk van. Jelenlegi eredményeink alapján nem volna jó Rapa Nui katasztrófáját bármihez is hasonlítanunk. Óvatosnak kell lennünk a környezeti adatok értelmezésekor. Egy dolog bizonyos. Miután valamennyi fát elpusztították és fölállították szobraikat, a szigetlakók új hit gyakorlásába kezdtek. Ez vajon Orongó hegye? Egy kihűlt vulkáni kráter fölött magaslik a sziget délkeleti végén. Krisztus után 1500 körül vadonatúj kultusz vert itt gyökeret.
A sziget klánjainak kiválasztott tagjai Orongóról minden évben átúztak Motunuira, a közel másfél kilométerre fekvő kicsiny szigetre. Aki elsőként bukkant rá a tengeri vándormadár a kormos küszvágócsér tojására, elnyerte a sziget spirituális vezetője a madárember áhított címét. Ezt az embert és családját rendkívüli kiváltságukkal ruházták fel. A kultusz részben a Rapa Nui szigetén beállt környezeti válság megoldásának igyekezetében jött létre. A szoborkultuszon is túlnőtt, amelynek gyakorlatával sok tekintetben komoly hasonlóságot mutat, ugyanakkor merőben különbözik attól. A legfőbb oka annak, hogy Rapa Nui lakói az ahukegyhelyekről Orongóra helyezték át szertartásaik helyszínét, és gyakorolni kezdték ezt az elképesztő kultuszt, véleményem szerint az, hogy a földek kimerültsége és a terméshozam csökkenése igen komoly válságot jelentett számukra, így a halászatban látták a legkézenfekvőbb megoldást. A Rapa Nuira érkező madarak, az együttúszó tonhalak elsősorban sárga uszonyú tonhalak tömegeit követték. Ezt a Rapa Nuiak is nagyon jól tudták, és úgy gondolom, hogy a létfenntartásukhoz szükséges tonhalak és egyéb halfajták kifogása legalább annyira ösztönözte őket, mint a madarak és azok tojásainak megszerzése. Jól lehet, a madárember kultusz felülkerekedett, és a nagy szoborkészítési láz végleg elült, az ősi értékek nem tűntek el teljesen. A húsvét sziget végső titka itt Ahu Akivinél nyugszik. Chilei régészek kimutatták, hogy ezeket a szobrokat bizonyosan 1600 után készítették, alig egy évszázaddal az első európaiak érkezése előtt. A sziget legendái szerint ez a zűrzavar és vérontás ideje volt. A tudománytanúsága szerint valamennyi erdőt kiirtották, és szűkében voltak az élelemforrásnak. Valamelyik vezetőjüknek mégis sikerült ide szállítatnia és itt felállítatnia ezt a 7 szobrot. E végső diadal megkérdőjelezi a húsvét szigetet övező meg annyi mítoszt. Rapa Nuit általában a pusztítás elrémisztő példázataként vagy metaforájaként írják le, hiszen tudjuk, hogy lakói jelentősen megváltoztatták a sziget ökológiáját. Kárt tettek a talajban, kivágták a fákat, számos madárfajt pusztítottak el, és kíméletlenek voltak a halálománnyal, valamint az egyéb élelemforrásaikkal szemben. Az idők során a sziget némileg túlnépesedett. Nem kétséges, hogy mindez így történt, ám véleményem szerint azt is igen fontos szem előtt tartanunk, hogy Rapa Nui lakossága miképp alkalmazkodott a bekövetkezett változásokhoz. Sok tekintetben változtattak életmódjukon, új növénytermesztési technológiát fejlesztettek ki. A szoborkultuszt is átértékelték az idők változása szerint. Ezek a szobrok nem a kudarcról tanúskodnak. Ezek a szobrok a változás nyilvánvaló reményét testesítik meg. Ezek az emberek szüntelenül a megoldást keresték. Nem más ez, mint az emberi szellemet dicsérő himnusz. Az egész egy rendkívül szerencsés véletlennel kezdődött. Egy a millióhoz volt az esélye annak, hogy az első hajó utasait épp Rapa Nuira sodorják a szelek, több ezer mérföld megtétele után a nyílt csendes óceánon. Őseik történetét drámai változások jellemzik. Kezdetben jólétben éltek, később élelmiszerben is szűkölködve, majd az idegenek betegségeket és szolgasorsot hoztak rájuk, ma pedig turisták özöllik el a szigetet. A szigetlakók mindezekkel dacolva kitartottak figyelemreméltó kultúrájuk mellett. De vajon túlél-e a sziget még egy generációt? És vajon kíváncsiak-e a turisták a tudomány által feltárt igazságra, vagy a húsvét szigetet övező mítoszok közül akár csak egyre is? Közreműködött Pap János, Andrész Kati, Kautsky Armand, Orosz István, Lázár Sándor, Pálfai Péter. Munkatársak: Bihari Judit, Bajomi András, Bodza Otto, Jávor Barbara, Faragó József. A magyar változat a Premier International megbízásából a Yellow Stúdióban készült.
A nagy egyiptomi szfinx. Évezredek óta őrzi a gizai piramisokat. Eredetéről a mai napig folynak a találgatások. A régészek azt kutatják, hogy kik építhették. A hatalmas mészkőből készült építményt számítógép segítségével állítják helyre, megvédve az emberi és a természeti pusztításoktól. John Rhys Davies vagyok. A következőkben arra keresünk választ, hogy ki építette a szfinxet. Tartsanak velem! Történelem titkai. Valószínűleg ez a világ legismertebb műemléke, és a mai napig a legkiismerhetetlenebb. A sivatag időszakonként visszakövetelte. A szobor sok ezer évet töltött a homok alatt, de nemzedékről nemzedékre az egyiptomiak, rómaiak, európaiak többször is kiásták, hogy választ kapjanak az ősi kérdésre. De maga a tárgy, a szfinx néma maradt. A hieroglifák nem árulták el, hogy ki építette és miért. Az írásos bizonyítékok hiánya spekulációkat, heves vitákat indított el, melyek még napjainkban is folynak. A szfinxet és a gizai piramisokat feltáró régészeti kutatásokat a mai napig sok titok jellemzi. A síremlékekben megtalálták azoknak a hivatalnokoknak a maradványait, akik az építkezés szemtanúi lehettek. De azokról semmi kézzelfogható lelet nem maradt, akik ezeket építették. Pedig ezek a hétköznapi emberek emelték ki a sivatagból Egyiptomot, és a sírjaik tanúskodhatnának a szfinx építőiről. Ki építette a szfinxet? Az évszázadok folyamán számos kalandor és felfedező vágott neki az egyiptomi sivatagnak, a szfinx és a piramisok titkait kutatva. Mark Lehner régész immár 16 éve kutatja a területet. A kolosszus minden elképzelhető rését, törésvonalát megvizsgálta már, hogy választ kapjon a kérdésre. Sok olyan feltételezésről tudunk, hogy kik építhették a szfinxet, hogy a szfinxben és a piramisokban rejtett kamrák vannak, hogy a piramisokat föld alatti alagútrendszer köti össze. Mintha az egész egy hatalmas kőből épült 2001-es űrodüsszeja lenne, ami mágnesként vonz minket. Valami miatt azt hiszük, hogy ez az ősi civilizáció olyan titkokat hord magában, amelynek megfejtése a jövőnket segítheti. Olyan, mintha ezek a műemlékek csak arra várnának már ősidők óta, hogy felfedezzük őket. A gizai fennsík egyike a világ legalaposabban feltárt területeinek. A három piramisban rengeteg értékes információt találtak az építtető fáraókról, de a világos történelmi és régészeti leletek ellenére számos megválaszolatlan kérdés maradt. Óvatos becslések szerint is legalább 30 ezer embernek kellett dolgozni az építkezéseken egy időben. Hol éltek? Ha összegyűjtjük ezt a sok ezer embert, nem csak a segédmunkásokat, hanem a mesterembereket, és azokat, akik élelemmel látták el őket, meg talán egy királyi palotát is, egy valóságos várost kapunk.
Találtunk utalásokat arra, hogy ez az úgynevezett elveszett piramisváros létezett. A későbbi város szennyvízelvezető rendszerét megvizsgálva, több bizonyíték is előkerült arra vonatkozóan, hogy a korabeli mértékkel mérve egy hatalmas város terült el a gízei fennsék lábánál. A gízai elveszett városban több száz sírt és számos települést tártak fel, melyek hasznos kiegészítői a szfinxszel kapcsolatos kutatásoknak. Csak nem egyértelművé vált, a kutatások már több éve ebbe az irányba mutatnak, hogy a gizai nagy műemlékek az ősi Egyiptomban, az Óbirodalom korában készültek mintegy 4,5 ezer éve. De 1987-ben az egyiptológusok nagy felháborodására egy fiatal geológus, Robert Schock, a szfinx pusztulását alapul véve ennél sokkal korábbra tette a keletkezést. Szerinte a szfinx több ezer évvel idősebb, mint a piramisok. Ha állítása igaznak bizonyul, a szfinx a kőkorszakban keletkezett, ami a civilizáció keletkezéséről szóló tanokat is megingathatja. Azt hiszem, ha komolyan vesszük azt a lehetőséget, hogy a szfinx korábban keletkezhetett, mint ahogy azt 50 éve hisszük, az új távlatokat nyithat a kutatásban. Fel kell tárnunk a civilizáció vagy kultúra korábbi nyomait, amelyek átértékelhetik eddigi ismereteinket. De sok állítása nem indította el a régészek újabb rohamát az ősi civilizáció felkutatására. Szerintük a magyarázat sokkal prózaibb. A szfinx története 4500 éves keletkezése óta, az Óbirodalom korától kezdve izgatja a kalandorok és felfedezők fantáziáját. Három egymást követő fáraó, Kufu, Kefre és Menkaré virágzó uralkodása alatt hihetetlen méretű építkezések folytak. A legnagyobb gizai király sírt, piramist, Kufu építette magának. Fia, Kefre építetett egy második piramist, délebre, ahonnan egy kiépített úton eljuthatunk a tőle keletre fekvő szfinxhez. Az a tény, hogy ezt a piramist közvetlenül összekötötték a szfinxzel, arra enged következtetni, hogy Kefre építette. A szfinx előtti templom is rendkívül hasonlít a piramis melletti templomra. Kefre a szobrászat megszállottja volt. A két templomban összesen 52 szobrot állítatott fel magáról, melyeket réges-régen elraboltak. A szfinx építéséhez egy U alakú árkot ástak a sivatagba, melynek méretei az akkori építőmestereket is meglephették. A fej alatti részt kemény kőréteggel, a test alattit mészkővel alapozták. Pont ez utóbbi áll a viták középpontjában. Első látásra ez sokkal jobban elkopott, mint a keményebb anyagból készült fej. De nem is annyira a pusztulás mértéke, inkább a mintázat hívta fel Robert Schock figyelmét. Szerinte, ha csak a szél koptatta volna el, akkor a szfinx sokkal laposabb lenne, szögletesebb vonalakkal. A test hullámossága valami más okot sejtett, mondja Schock. Ezt a mintázatot a csapadék okozhatta, a nagy mennyiségben lezúduló esővíz. Ez a mintázat szerintem egészen más éghajlati viszonyokat feltételez, mint ami Észak-Egyiptomot az időszámításunk előtti körülbelül 5000-ig jellemezte.
A klimatológusok alátámasztják, hogy valaha a gizai fennsík esősebb terület volt. De elég bizonyítékul szolgál ez arra, hogy az erózió még az óbirodalom előtt, jóval Kefre uralkodása előtt történt. James Harrell geológus szerint nem feltétlenül. Biztos vagyok benne, hogy a Sphinx és a hozzátartozó fal víztől mállott szét. De nem heves esőzésektől, ahogy Robert Schock állítja, hanem attól, hogy nedves homok vette be a mészkövet. Harrell véleménye szerint a Sphinxet akkor kezdte el pusztítani a víz, amikor a homok betemette. Bármilyen esőzés vagy a Nílus áradása után a Sphinx körül kiásott árokban összegyűlhetett a víz. A kemény talapzattal ellentétben a lazább mészkő beszívta a vizet, amitől meggyengült és pusztulni kezdett. Az utóbbi két évtizedben a régészek saját szemükkel győződhettek meg arról, mekkora károkat okozhat a mészkőből épült testben ez az alattomos nedvesség. A régészek a feltárás során leástak egészen a Sphinx talapzata alá, de az óbirodalomra utaló leleteken kívül semmi mást nem találtak. Hogy élhetett volna itt egy ősibb civilizáció anélkül, hogy bármiféle nyomot hagyott volna? Ha valaki a Sphinxre nézve azt mondja, hogy ez az épület valamikor a késő paleolitikum és a korai neolitikum határán elterült civilizáció öröksége, az olyan lenne, mintha azután, hogy az utánunk jövő nemzedék felfedezi a World Trade Center-t, vagy az Empire State Building talpazatát, feltárná Brooklyn-t, Queens-t, Manhattan-t, és még mindig azon vitatkoznának, hogy talán mégsem a 20. századi New Yorkiak építették, hanem valaki más. Mind a piramisok, mind a Sphinx építésekor hatalmas kőtömbök ezreit mozgatták meg. Némelyik kőtömbnek olyan elképesztő méretei vannak, hogy az egyiptomiak feltételezése szerint léteznie kellett valami eddig feltáratlan technológiának. Csodába illő történetek keringnek földön kívüli erőkről is, de az eddig feltárt sírok tanúsága szerint semmiféle romantikus vagy földön túli erő nem áll a háttérben. A gizai fennsíkon folyó ásatásokat Zahi Hovász, Egyiptom egyik vezető régésze felügyeli. Eddig több mint 600 olyan nő és férfi sírját tárta fel, akik az építkezéseken dolgoztak. Ezeknek kulcs szerepük van a feltáratlan kérdésekben. Első alkalommal tárul fel előttünk, hogy az óbirodalom korában, több mint 4600 évvel ezelőtt, hogyan éltek a hétköznapi emberek. Arról már sok mindent tudunk, hogyan éltek a királyok, de eddig semmit nem tudtunk az egyszerű szegény emberekről, akik a Szfinxet és a piramisokat építették. Egyiptomban mindig sok-sok egyszerű segédmunkás állt rendelkezésre. Rabszolgaként dolgoztak a piramisok építésén, a fáraó nem sokat törődött velük. A feltárt csontvázak vizsgálata azt mutatja, hogy nagyon nehéz életük volt. A csontvázak vizsgálata nagyon érdekes eredményt hozott. Mind a férfiak, mind a nők gerince nagy terhelésnek volt kitéve. Súlyos terheket, például köveket cipeltek a piramisok és a Sphinx építésekor. Hatan balesetben, egyikük rákban halt meg, és csak kevesen élték túl a 30-at. De nehéz sorsuk ellenére nem voltak rabszolgák Hovász szerint. A sírokon talált faragványok szerinte azt mutatják, hogy megbecsülték a munkájukat. Azt is felfedezte, hogy az építkezésről származó kövekből készültek a sírok hasonló tervek alapján. Az egyiptológusok szerint a piramisokat a királyi udvarban tervezték, és csak a királyoknak lehetett piramis alapú sírja.
Ez egyáltalán nem így van. Szerintünk a piramis alak népi hagyományon alapszik. A kétkezi munkás is építhetett piramis alakú sír helyett, csak a szegénysége miatt kisebbet, és azt is csak sárból. Egyszer csak a Szfinx építői mindenüket hátrahagyva elmenekültek. Mark Lehner szerint a Szfinxet körülvevő sok rémtörténet lehet az egyik magyarázat. Miért nem találtunk ezekre semmi utalást az egyébként minden részletre kiterjedő gizai hieroglifák között? Valószínű, hogy a papság soha nem szentelte fel, ezért nem olvashatjuk itt egyetlen papnak sem a nevét, ahogyan ezt más gízai sírokban megfigyelhetjük. Lehetséges, hogy a Szfinx Kefre uralkodása alatt nem bírt vallásos jelentőséggel, ezért nem is örökítették meg a hieroglifák. Ennek pedig abban az időben nagy jelentősége volt. A fáraó halála után a Szfinx elhagyottan állt évezredekig. A sivatag fokozatosan homokkal lepte be a hatalmas kőépítményt, amíg már csak a feje látszott ki. A Szfinx feltárása nem modern régészeti jelenség. Az első ásatások már több mint 3000 évvel ezelőtt elkezdődtek. Ezt egy nagy kőtábla jelzi a Szfinx mancsai között, aminek a neve Csillag. Egy érdekes történetet véstek rá a világ első egyiptológusának tekinthető fáraóról. Tanúsága szerint körülbelül időszámításunk előtt 1400-ban 4. Tutmózisz herceg és kísérete egy vadászat után a fejtövében pihent. A Szfinx megjelent a herceg álmában és azt jósolta, hogy királlyá teszi, ha kiszabadítja a homok fogságából. A herceg így is tett, és egy év múlva fáraó lett, újraélesztve a vallásos kultuszt, hogy a Szfinx istenként ábrázolja a fáraót. Egy évezred múlva a Szfinx ismételten homokkal befedve jelenik meg. A nagy görög történetíró Hérodotosz bámulattal írt a gizai piramisokról, de a Szfinxet nem említi. A római korban tárták fel, azóta ősi turista látványossággá vált. A modern ásatások Napóleon rövid egyiptomi hadjárata idején 1798-ban kezdődtek. A hadsereggel együtt 165 tudóst és művészt is hozott, hogy tárják fel az országot, lakosságát és az emlékműveket. Napóleon emberei részletes vázlatot készítettek a Szfinxről is, melynek akkor csak a feje és a nyaka látszott ki a homokból, az orr már akkor is hiányzott. A Szfinxet majd csak 1926-ban Émile Barras egy másik francia által vezetett expedíció ássa ki egészében. A 70-es években különös iróniával beszélnek róla. A világ egyik legtöbbet fotózott műemlékén még soha nem végeztek tudományos kutatást. A több ezer éves pusztulás és nem törődömség teljesen tönkretette a felszínét. Évszázadok óta egyre másra csak szerencsétlen kísérletek történtek a megmentésére. 1979-ben Jim Allen régész vezetésével megkezdődött a helyreállítás. A Szfinx történetében először kezeltük egészében az egész szobrot. Felmértük azokat a különböző kőműves munkákat, melyeket az eltelt több évezredben az építés és helyreállítás közben csináltak. Részletes rajzokat készítettünk a szoborról, a talapzatról, a testről és a fejről. Részletes, méretarányos rajzok készültek a helyreállítás során behelyezett tömbökről. Pontosan feltérképeztük a Szfinx
70-es évek végi állapotát. Következő lépésként összehasonlították az elkészült rajzokat a fellelhető eredeti leletekkel. A rajzok és a múzeumokban található szfinx-szobrok segítségével számítógéppel megrajzolták, hogy hogyan nézhetett ki a hatalmas szfinx, amikor elkészült 4,5 évezreddel ezelőtt. A befektetett munka valami módon megtérült. 1988-ban egy nagy darab leesett a jobb vállról. A részletes rajzok alapján az egyiptomi régészek helyreállították a sérült részt. A felmérés a természet erői ellen folytatott harc hatékony eszköze lett. A szfinx alatt a talajvíz körülbelül 4 métert emelkedett az utóbbi 100 évben. Ettől a kő belsejében lévő természetes sók kiülnek a felszínre, kristályosodnak és eltörnek, gyorsul a test pusztulása. Tehát a szfinx állapota a természeti erőktől is rosszabbodik. Ha hozzáadjuk a turizmus, a szfinx közelében élő emberek, levegő és vízszennyezés és a többi hatást, a helyzet még súlyosabb. A szfinx nagyon súlyos állapotban van. Valamit tenni kell érte, és az egyiptomiak igyekeznek is tenni valamit. Az elmúlt évtizedben a szfinx pusztulása felgyorsult egy rossz elképzelés miatt. A konzerválási eljárás során nagy mennyiségű habarcsal borították be a szfinx felszínét. A sietségnek Mark Lehner szerint keserű tanulsága van. A helyreállítás a 80-as évek elejétől 87-ig nagy ütemben haladt. Olyan köveket használtak, amelyek maguk is sót kezdtek termelni és lecsúsztak a testről. Úgy nézett ki, mintha a szfinx levedleni a felesleget. A mészkő olyan, mint egy emberi lény. Ha cementet teszünk rá, leállítjuk a lélegzését. A szfinx azért dobja ki a köveket, mert nem tud lélegezni. Annak érdekében, hogy a szfinx lélegezni tudjon, az egyiptomiak leszették a helytelen anyagot, és most már csak az ősi időkhöz leginkább közel álló technikát alkalmazzák. A restaurátorok kézzel kisebb darabokra vágják a köveket, és cement helyett méz és homok keverékével rögzítik. Míg a restaurátorok megpróbálják megmenteni a szfinxet a jövő nemzedéke számára, az új régészeti felfedezések visszahelyezik méltó helyére az egyiptomi történelemben. Az építők sírjának feltárása véget vet az elveszett civilizációról vagy földön túli erőkről szóló találgatásoknak. A gizai fennsíkon található műemlékeket az egyiptomiak építették, hogy megóvja a fáraót. 4,5 ezer év múltán a szerepek felcserélődtek. Most a régészek óvják a büszke, de betegeskedő szfinxet. A régészek valószínűleg soha nem oldanak meg minden rejtét a nagy egyiptomi szfinx körül. De nem is tudnánk elképzelni minden csodától megfosztva. Ugyanakkor bebizonyították, hogy tudják, ki építette, mikor és miért. És többet tudunk már azoknak a hétköznapi egyiptomi embereknek az életéről is, akik több ezer éve emberfeletti munkával felépítették ezeket a csodálatos, maradandó műemlékeket. Miért nem találtunk ezekre semmi utalást az egyébként minden részletre kiterjedő gizai hieroglifák között?
Valószínű, hogy a papság soha nem szentelte fel, ezért nem olvashatjuk itt egyetlen papnak sem a nevét, ahogyan ezt más gízai zsírokban megfigyelhetjük. Lehetséges, hogy a Szfinx Kefre uralkodása alatt nem bírt vallásos jelentőséggel, ezért nem is örökítették meg a hieroglifát. Ennek pedig abban az időben nagy jelentősége volt. A fáraó halála után a Szfinx elhagyottan állt évezredekig. A sivatag fokozatosan homokkal lepte be a hatalmas kőépítményt, amíg már csak a feje látszott ki. A Szfinx feltárása nem modern régészeti jelenség. Az első ásatások már több mint 3000 évvel ezelőtt elkezdődtek. Ezt egy nagy kőtábla jelzi a Szfinx mancsai között, aminek a neve Csillag. Egy érdekes történetet véstek rá a világ első egyiptológusának tekinthető fáraóról. Tanúsága szerint körülbelül időszámításunk előtt 1400-ban 4. Tutmózisz herceg és kísérete egy vadászat után a fejtövében pihent. A Szfinx megjelent a herceg álmában és azt jósolta, hogy királlyá teszi, ha kiszabadítja a homok fogságából. A herceg így is tett, és egy év múlva fáraó lett, újraélesztve a vallásos kultuszt, hogy a Szfinx istenként ábrázolja a fáraót. Egy évezred múlva a Szfinx ismételten homokkal befedve jelenik meg. A nagy görög történetíró Hérodotosz bámulattal írt a gizai piramisokról, de a Szfinxet nem említi. A római korban tárták fel, azóta ősi turista látványossággá vált. A modern ásatások Napóleon rövid egyiptomi hadjárata idején 1798-ban kezdődtek. A hadsereggel együtt 165 tudóst és művészt is hozott, hogy tárják fel az országot, lakosságát és az emlékműveket. Napóleon emberei részletes vázlatot készítettek a Szfinxről is, melynek akkor csak a feje és a nyaka látszott ki a homokból, az orr már akkor is hiányzott. A Szfinxet részben a Rapanui szigetén beállt környezeti válság megoldásának igyekezetében jött létre. A szoborkultuszon is túlnőtt, amelynek gyakorlatával sok tekintetben komoly hasonlóságot mutat, ugyanakkor merőben különbözik attól. A legfőbb oka annak, hogy Rapanui lakói az ahukegyhelyekről orongóra helyezték át szertartásaik helyszínét, és gyakorolni kezdték ezt az elképesztő kultuszt, véleményem szerint az, hogy a földek kimerültsége és a terméshozam csökkenése igen komoly válságot jelentett számukra, így a halászatban látták a legkézenfekvőbb megoldást. A Rapanuira érkező madarak, az együttúszó tonhalak elsősorban sárga uszonyú tonhalak tömegeit követték. Ezt a rapanuiak is nagyon jól tudták, és úgy gondolom, hogy a létfenntartásukhoz szükséges tonhalak és egyéb halfajták kifogása legalább annyira ösztönözte őket, mint a madarak és azok tojásainak megszerzése. Jól lehet, a madárember kultusz felülkerekedett, és a nagy szoborkészítési láz végleg elült, az ősi értékek nem tűntek el teljesen. A húsvét sziget végső titka itt Ahu Akivinél nyugszik. Chilei régészek kimutatták, hogy ezeket a szobrokat bizonyosan 1600 után készítették, alig egy évszázaddal az első európaiak érkezése előtt. A sziget legendái szerint ez a zűrzavar és vérontás ideje volt. A tudománytanúsága szerint valamennyi erdőt kiirtották, és szűkében voltak az élelemforrásnak. Valamelyik vezetőjüknek mégis sikerült ide szállítatnia és itt felállítatnia ezt a 7 szobrot. E végső diadal megkérdőjelezi a húsvét szigetet övező meg annyi mítoszt. A
Rapa Nuit általában a pusztítás elrémisztő példázataként vagy metaforájaként írják le, hiszen tudjuk, hogy lakói jelentősen megváltoztatták a sziget ökológiáját. Kárt tettek a talajban, kivágták a fákat, számos madárfajt pusztítottak el, és kíméletlenek voltak a halálománnyal, valamint az egyéb élelemforrásaikkal szemben. Az idők során a sziget némileg túlnépesedett. Nem kétséges, hogy mindez így történt, ám véleményem szerint azt is igen fontos szem előtt tartanunk, hogy Rapa Nui lakossága miképp alkalmazkodott a bekövetkezett változásokhoz. Sok tekintetben változtattak életmódjukon, új növénytermesztési technológiát fejlesztettek ki, a szoborkultuszt is átértékelték az idők változása szerint. Ezek a szobrok nem a kudarcról tanúskodnak. Ezek a szobrok a változás nyilvánvaló reményét testesítik meg. Ezek az emberek szüntelenül a megoldás keresték. Nem más ez, mint az emberi szellemet dicsérő himnusz. Alá. De az óbirodalomra utaló leleteken kívül semmi mást nem találtak. Hogy élhetett volna itt egy ősibb civilizáció anélkül, hogy bármiféle nyomot hagyott volna? Ha valaki a Szfinxre nézve azt mondja, hogy ez az épület valamikor a késő paleolitikum és a korai neolitikum határán elterült civilizáció öröksége, az olyan lenne, mintha azután, hogy az utánunk jövő nemzedék felfedezi a World Trade Center-t, vagy az Empire State Building talpazatát, feltárná Brooklyn-t, Queens-t, Manhattan-t, és még mindig azon vitatkoznának, hogy talán mégsem a 20. századi New Yorkiak építették, hanem valaki más. Mind a piramisok, mind a szfinx építésekor hatalmas kőtömbök ezreit mozgatták meg. Némelyik kőtömbnek olyan elképesztő méretei vannak, hogy az egyiptomiak feltételezése szerint léteznie kellett valami eddig feltáratlan technológiának. Csodába illő történetek keringnek földön kívüli erőkről is, de az eddig feltárt sírok tanúsága szerint semmiféle romantikus vagy földön túli erő nem áll a háttérben. A gizai fennsíkon folyó ásatásokat Zahi Hovász, Egyiptom egyik vezető régésze felügyeli. Eddig több mint 600 olyan nő és férfi sírját tárta fel, akik az építkezéseken dolgoztak. Ezeknek kulcs szerepük van a feltáratlan kérdésekben. Első alkalommal tárul fel előttünk, hogy az óbirodalom korában, több mint 4600 évvel ezelőtt, hogyan éltek a hétköznapi emberek. Arról már sok mindent tudunk, hogyan éltek a királyok, de eddig semmit nem tudtunk az egyszerű szegény emberekről, akik a szfinxet és a piramisokat építették. Egyiptomban mindig sok-sok egyszerű segédmunkás állt rendelkezésre. Rabszolgaként dolgoztak a piramisok építésén, a fáraó nem sokat törődött velük. A feltárt csontvázak vizsgálata azt mutatja, hogy nagyon nehéz életük volt. A csontvázak vizsgálata nagyon érdekes eredményt hozott. Mind a férfiak, mind a nők gerince nagy terhelésnek volt kitéve. Súlyos terheket, például köveket cipeltek a piramisok és a szfinx építésekor. A gizai fennsíkon folyó ásatásokat Zahi Hovász, Egyiptom egyik vezető régésze felügyeli. Eddig több mint 600 olyan nő és férfi sírját tárta fel, akik az építkezéseken dolgoztak. Ezeknek kulcs szerepük van a feltáratlan kérdésekben. Első alkalommal tárul fel előttünk, hogy az óbirodalom korában, több mint 4600 évvel ezelőtt, hogyan éltek a hétköznapi emberek. Arról már sok mindent tudunk, hogyan éltek a királyok, de eddig semmit nem tudtunk az egyszerű szegény emberekről, akik a szfinxet és a piramisokat építették. Egyiptomban mindig sok-sok egyszerű segédmunkás állt rendelkezésre. Rabszolgaként dolgoztak a piramisok építésén, a fáraó nem sokat törődött velük. A
feltárt csontvázak vizsgálata azt mutatja, hogy nagyon nehéz életük volt. A csontvázak vizsgálata nagyon érdekes eredményt hozott. Mind a férfiak, mind a nők gerince nagy terhelésnek volt kitéve. Súlyos terheket, például köveket cipeltek a piramisok és a szfinx építésekor. Hatan balesetben, egyikük rákban halt meg, és csak kevesen élték túl a 30-at. De nehéz sorsuk ellenére nem voltak rabszolgák Hovász szerint. A sírokon talált faragványok szerinte azt mutatják, hogy megbecsülték a munkájukat. Azt is felfedezte, hogy az építkezésről származó kövekből készültek a sírok hasonló tervek alapján. Az egyiptológusok szerint a piramisokat a királyi udvarban tervezték, és csak a királyoknak lehetett piramis alapú sírja. Ez egyáltalán nem így van. Szerintünk a piramis alak népi hagyományon alapszik. A kétkezi munkás is építhetett piramis alakú sír helyett, csak a szegénysége miatt kisebbet, és azt is csak sárból. Egyszer csak a szfinx építői mindenüket hátrahagyva elmenekültek. Mark Lehner szerint a szfinxet körülvevő sok rémtörténet lehet az egyik magyarázat. Miért nem találtunk ezekre semmi utalást az egyébként minden részletre kiterjedő gizai hieroglifák között? Valószínű, hogy a papság soha nem szentelte fel, ezért nem olvashatjuk itt egyetlen papnak sem a nevét, ahogyan ezt más gízai sírokban megfigyelhetjük. A nagy egyiptomi szfinx. Évezredek óta őrzi a gizai piramisokat. Eredetéről a mai napig folynak a találgatások. A régészek azt kutatják, hogy kik építhették. A hatalmas mészkőből készült építményt számítógép segítségével állítják helyre, megvédve az emberi és a természeti pusztításoktól. John Rhys Davies vagyok. A következőkben arra keresünk választ, hogy kiépítette a szfinxet. Tartsanak velem! Történelem titkai. Valószínűleg ez a világ legismertebb műemléke, és a mai napig a legkiismerhetetlenebb. A sivatag időszakonként visszakövetelte. A szobor sok ezer évet töltött a homok alatt, de nemzedékről nemzedékre az egyiptomiak, rómaiak, európaiak többször is kiásták, hogy választ kapjanak az ősi kérdésre. De maga a tárgy, a szfinx néma maradt. A hieroglifák nem árulták el, hogy ki építette és miért. Az írásos bizonyítékok hiánya spekulációkat, heves vitákat indított el, melyek még napjainkban is folynak. A szfinxet és a gizai piramisokat feltáró régészeti kutatásokat a mai napig sok titok jellemzi. A síremlékekben megtalálták azoknak a hivatalnokoknak a maradványait, akik az építkezés szemtanúi lehettek. De azokról semmi kézzel fogható lelet nem maradt, akik ezeket építették. Pedig ezek a hétköznapi emberek emelték ki a sivatagból Egyiptomot, és a sírjaik tanúskodhatnának a szfinx építőiről.
kiépítette a szfinxet. Bár banán, cukornád és édesburgonya ültetvényekről, néhány lyukas kenuról, és arról, hogy noha a szigetlakók barátságosak voltak, csak kevés nőt látott. Valószínűleg elrejtőztek előle. A múlt században perui rabszolgalázadók tizedelték meg a sziget népességét. Az 1970-es évek elejére a szigetlakók egyedüli tevékenysége a birkatartás lett. Idegenek csak ritkán látogatták meg őket. Mára nagyban megváltozott a helyzet. Hetente kétszer turistákkal megrakott Boeing 747-es repülőgép száll le a sziget egyetlen városában, Hangaroában. A helyiek ma a kőszobrokat övező mélységes rejtély és az azok magyarázatára keletkezett számos teória és mítosz áruba bocsátásából élnek. A szigetlakók hagyományos magyarázata szerint a szobrokat egy természetfeletti erő, az úgynevezett mana mozgatta. A szigetlakók többsége ma is azt vallja, hogy a szobrokat a mana egy természetfeletti erő mozgatta. Máskülönben lehetetlen lett volna a helyükre szállítani őket. Mi úgy hisszük, hogy a szobrok maguktól mentek az ahu oltárokhoz, és ezt a hitünket ápoljuk is. Idegenek is hasonlóan meglepő magyarázatokkal állnak elő, miszerint a szobrokat földön kívüli jövevények technológiájának segítségével szakították ki a sziklákból. Nem kevésbé elterjedt mítosz keletkezett a norvég felfedező Thor Heyerdahl 1947-es ünnepelt kontiki tutajos felfedező útja nyomán. A hősies vállalkozás során Heyerdahl bizonyítani próbálta, hogy a csendes óceáni szigeteket a dél-amerikai fejlettebb civilizációk, mint például az inkák telepítették be. Feltevését arra alapozta, hogy az őslakos polinézek maguktól nem lehettek képesek fejlett kultúra létrehozására. Ám jóformán semmiféle helytálló bizonyítékot nem talált, kétségkívül rasszista felhangú elmélete bizonyítására. A közelmúltban egy még merészebb elképzelés született a szobrokat illetően, hogy tudnélik az építők a mai környezeti katasztrófák lezajlásához ijesztően hasonló folyamat során lerombolták saját milliójüket. Kevés olyan ősi alkotás van, melynek nyomán ilyen nagyszámú, bizarr és eltérő elmélet keletkezett volna. Még a megfontolt régészek sem értenek egyet abban, hogy valójában miért alkothatták meg a Húsvétsziget rejtélyes szobrait. Tekintsük-e a szobrokat a mérnöki leleményesség diadalának, találékony és vállalkozó szellemű emberek kezemunkájának, avagy egy a környezet pusztításának orgiájában örömét lelő kultúra oktalan produktumainak? Képes-e a tudomány átlátni a Húsvétsziget mítoszát és megmagyarázni, hogy valójában mi is történt? Nyilvánvaló reményét testesítik meg. Ezek az emberek szüntelenül a megoldást keresték. Nem más ez, mint az emberi szellemet dicsérő himnusz. Az egész egy rendkívül szerencsés véletlennel kezdődött. Egy a millióhoz volt az esélye annak, hogy az első hajó utasait épp Rapa Nuira sodorják a szelek, több ezer mérföld megtétele után a nyílt csendes óceánon. Őseik történetét drámai változások jellemzik. Kezdetben jólétben éltek, később élelmiszerben is szűkölködve, majd az idegenek betegségeket és szolgasorsot hoztak rájuk, ma pedig turisták özönlik el a szigetet. A szigetlakók mindezekkel dacolva kitartottak figyelemreméltó kultúrájuk mellett. De vajon túlél-e a sziget még egy generációt? És vajon kíváncsiak-e a turisták a tudomány által feltárt igazságra, vagy a Húsvét szigetet övező mítoszok közül akár csak egyre is? Közreműködött Pap János, Andrész Kati, Kautsky Armand, Orosz István, Lázár Sándor, Pálfai Péter. Munkatársak: Bihari Judit, Bajomi András, Bodza Otto, Jávor Barbara, Faragó József. A magyar változat a Premier International megbízásából a Yellow stúdióban készült. Thank you.
A nagy egyiptomi szfinx. Évezredek óta őrzi a gizai piramisokat. Eredetéről a mai napig folynak a találgatások. A régészek azt kutatják, hogy kik építhették. A hatalmas mészkőből készült építményt számítógép segítségével állítják helyre, megvédve az emberi és a természeti pusztításoktól. John Rhys Davies vagyok. A következőkben arra keresünk választ, hogy ki építette a szfinxet. Tartsanak velem! A mai napig sok titok jellemzi. A síremlékekben megtalálták azoknak a hivatalnokoknak a maradványait, akik az építkezés szemtanúi lehettek. De azokról semmi kézzel fogható lelet nem maradt, akik ezeket építették. Pedig ezek a hétköznapi emberek emelték ki a sivatagból Egyiptomot, és a sírjaik tanúskodhatnának a szfinx építőiről. Ki építette a szfinxet? Az évszázadok folyamán számos kalandor és felfedező vágott neki az egyiptomi sivatagnak, a szfinx és a piramisok titkait kutatva. Mark Lehner régész immár 16 éve kutatja a területet. A kolosszus minden elképzelhető rését, törésvonalát megvizsgálta már, hogy választ kapjon a kérdésre. Sok olyan feltételezésről tudunk, hogy kik építhették a szfinxet, hogy a szfinxben és a piramisokban rejtett kamrák vannak, hogy a piramisokat föld alatti alagútrendszer köti össze. Mintha az egész egy hatalmas kőből épült 2001-es űrodüsszeja lenne, ami mágnesként vonz minket. Valami miatt azt hiszük, hogy ez az ősi civilizáció olyan titkokat hord magában, amelynek megfejtése a jövőnket segítheti. Olyan, mintha ezek a műemlékek csak arra várnának már ősidők óta, hogy felfedezzük őket. A gizai fennsík egyike a világ legalaposabban feltárt területeinek. A három piramisban rengeteg értékes információt találtak az építtető fáraókról, de a világos történelmi és régészeti leletek ellenére számos megválaszolatlan kérdés maradt. Óvatos becslések szerint is legalább 30 ezer embernek kellett dolgozni az építkezéseken egy időben. Hol éltek? Ha összegyűjtjük ezt a sok ezer embert, nem csak a segédmunkásokat, hanem a mesterembereket, és azokat, akik élelemmel látták el őket, meg talán egy királyi palotát is, egy valóságos várost kapunk. Találtunk utalásokat arra, hogy ez az úgynevezett elveszett piramis város létezett. A későbbi város szennyvízelvezető rendszerét megvizsgálva, több bizonyíték is előkerült arra vonatkozóan, hogy a korabeli mértékkel mérve egy hatalmas város terült el a gízei fennsék lábánál. A gizai elveszett városban több száz sírt és számos települést tártak fel, sabban feltárt területeinek. A három piramisban rengeteg értékes információt találtak az építtető fáraókról, de a világos történelmi és régészeti leletek ellenére számos megválaszolatlan kérdés maradt. Óvatos becslések szerint is legalább 30 ezer embernek kellett dolgozni az építkezéseken egy időben. Hol éltek? Ha összegyűjtjük ezt a sok ezer embert, nem csak a segédmunkásokat, hanem a mesterembereket, és azokat, akik élelemmel látták el őket, meg talán egy királyi palotát is, egy valóságos várost kapunk. Találtunk utalásokat arra, hogy ez az úgynevezett elveszett piramis város létezett.
A későbbi város szennyvízelvezető rendszerét megvizsgálva, több bizonyíték is előkerült arra vonatkozóan, hogy a korabeli mértékkel mérve egy hatalmas város terült el a gízei fennsék lábánál. A gízai elveszett városban több száz sírt és számos települést tártak fel, melyek hasznos kiegészítői a Szfinxszel kapcsolatos kutatásoknak. Csak nem egyértelművé vált, a kutatások már több éve ebbe az irányba mutatnak, hogy a gizai nagyműemlékek az ősi Egyiptomban, az Óbirodalom korában készültek mintegy 4,5 ezer éve. De 1987-ben az egyiptológusok nagy felháborodására egy fiatal geológus, Robert Schock, a Szfinx pusztulását alapul véve ennél sokkal korábbra tette a keletkezést. Szerinte a Szfinx több ezer évvel idősebb, mint a piramisok. Ha állítása igaznak bizonyul, a Szfinx a kőkorszakban keletkezett, ami a civilizáció keletkezéséről szóló tanokat is megingathatja. Azt hiszem, ha komolyan vesszük azt a lehetőséget, hogy a Szfinx korábban keletkezhetett, mint ahogy azt 50 éve hisszük, az új távlatokat nyithat a kutatásban. Fel kell tárnunk a civilizáció vagy kultúra korábbi nyomait, amelyek átértékelhetik eddigi ismereteinket. De sok állítása nem indította el a régészek újabb rohamát az ősi civilizáció felkutatására. Szerintük a magyarázat sokkal prózaibb. A Szfinx története 4500 éves keletkezése óta Thor-Heyerdahl látomásától merőben eltérő eposzba illő hajóúttal vette kezdetét. Ma már tudjuk, hogy a csendes-óceáni szigetek lakói Heyerdahl elképzelésével szemben nem Dél-Amerikából, hanem Dél-Kelet-Ázsiából származnak. Az első kivándorlók mintegy 3500 évvel ezelőtt bocsátották vízre hajóikat. A régészek igazolták, hogy embercsoportok áramlása indult meg, amikor az első polinézek felfedezték és birtokba vették a csendes-óceáni szigeteket. Az egykori utazókenuk kormányosai rendkívüli jártasságra tettek szert a szigetek közötti eligazodásban. Ha nem volt föld a láthatáron, a csillagok szerint tájékozódtak, olvastak az óceán hullámaiból, a felhők állásából és a madarak röptéből. De vajon előre meg tudták-e tervezni útjukat a rendkívül nehezen elérhető Húsvét-szigetre? Az első emberek talán csupán egyetlen hajóval Krisztus után 400 körül érkezhettek ide, és a hollandok 1722-es megjelenéséig a sziget minden jel szerint teljesen elszigetelt maradt. Így a sziget felfedezése feltehetően csupán véletlen volt. Az itt elsőként letelepedők a többi csendes-óceáni szigettől jócskán eltérő világban találták magukat. A zoológus David Steedman a sziget növény- és állatvilágára gyakorolt hatásukat vizsgálta. Polinézia legnagyobb része lakott volt, és az egymástól néhány száz mérföldre fekvő szigetek között a szigetlakók sűrűn hajóztak. Meg volt közöttük a kapcsolattartás. Növényekkel és élőállattal kereskedtek. Ezeknek itt mérsékelt árucseréje folyt. Polinézia egyéb részei viszont talán még keresettebbek voltak. A Húsvét-sziget rendkívül elszigetelt volt. Az ittenieknek nem igen, vagy éppen egyáltalán nem volt kapcsolatuk a többi szigettel. Arra kellett hagyatkozniuk, ami itt megtermett. És ha valamiben hiány szenvedtek, nem volt lehetőségük áthajózni a szomszédszigetre, hogy feltöltsék a készleteiket. A Húsvét-sziget életében döntő szerepet játszott az elszigeteltség. Másik fontos jellemzője, hogy a trópusi polinéz szigeteknél délebbre fekszik, így a polinézek által jellemzően termesztett és fogyasztott élelmiszerek egy része a Húsvét-szigeten nem termett meg. A mezőgazdasági forrásaik tehát kezdettől fogva korlátozottak voltak. A Húsvét-sziget egyik további hátrányos jellemzője az zord éghajlata. Rendkívül szeles, a partot zömmel sziklák szegélyezik, így a halászkenuk vízre bocsátása is nehézségekbe ütközött. Az egyszerű életmód dacára is létrejött e bámulatba ejtő szobrok kultusza. De vajon miképpen? A szigeten található hatalmas szobrok többségének anyaga a Rano Raraku néven ismert vulkáni kráterből származik.
Nem kevesebb, mint 397 szobor fekszik itt még ma is a megmunkálás különböző fázisaiban. A kőfejtőt számos kutató vette vizsgálat alá, ám a Húsvétsziget... Fel kell tárnunk a civilizáció vagy kultúra korábbi nyomait, amelyek átértékelhetik eddigi ismereteinket. De sok állítása nem indította el a régészek újabb rohamát az ősi civilizáció felkutatására. Szerintük a magyarázat sokkal prózaibb. A Szfinx története 4500 éves keletkezése óta, az óbirodalom korától kezdve izgatja a kalandorok és felfedezők fantáziáját. Három egymást követő fáraó, Kufu, Kefre és Menkaré virágzó uralkodása alatt hihetetlen méretű építkezések folytak. A legnagyobb gizai király sírt, piramist, Kufu építette magának. Fia, Kefre építetett egy második piramist, délebre, ahonnan egy kiépített úton eljuthatunk a tőle keletre fekvő Szfinxhez. Az a tény, hogy ezt a piramist közvetlenül összekötötték a Szfinxel, arra enged következtetni, hogy Kefre építette. A Szfinx előtti templom is rendkívül hasonlít a piramis melletti templomra. Kefre a szobrászat megszállottja volt. A két templomban összesen 52 szobrot állítatott fel magáról, melyeket réges-régen elraboltak. A Szfinx építéséhez egy U alakú árkot ástak a sivatagba, melynek méretei az akkori építőmestereket is meglephették. A fej alatti részt kemény kőréteggel, a test alattit mészkővel alapozták. Pont ez utóbbi áll a viták középpontjában. Első látásra ez sokkal jobban elkopott, mint a keményebb anyagból készült fej. De nem is annyira a pusztulás mértéke, inkább a mintázat hívta fel Robert sok figyelmét. Szerinte, ha csak a szél koptatta volna el, akkor a Szfinx sokkal laposabb lenne, szögletesebb vonalakkal. A test hullámossága valami más okot sejtett, mondja sok. Ezt a mintázatot a csapat